Na hello, Belhők, és itt van Bel... Kigaszte? Dave. És Dave, és most ki fogjuk beszélni a FIFA bajnokságot. Anyád, három részes bajnokság. Milyen három részes? Hát az 07-nek három. Először a FIFA 07-kel játszottunk, az a lényeg, és beszéljük, az első meccs Gigaste vs. Dave 5-4 lett. Mi a véleményed Dave arról a meccsről? Jó, szar volt. Szerintem handicap volt, mindenki erre vágyott. Csak ugye, nem, nagyon nem handicap tudom, volt. Az a mínusz 1-es gól különbség az picsa. Hát az, de most már plusz 4-es. Most már plusz 4-es gól különbség van nekem. Mi? Hát milyen plusz 4-es? Mert 5-öt rúgtam, meg egyet. Ez hülye. Meg 5-öt kaptálja. Vagy mi? Az nulla. De miért? Mínusz 1-es, most 5-öt rúgtam. Mit rúgtál többet? 5-5 lett a Berksed. Volt a... így. És az is maradt. Mínusz 1 van a képen, jó. Na, következő meccs, második meccs az Berg vs. Gigaste, igazi. 2-6 lett nekem, hát egyértelmű. Epikus összecsapás. Ez epikus, ez epikus volt megint. Na, mit találsz ki? Hogy szar voltál, ennyi. Nem. Ez a legjobb mentség. Hanem én ma fejben már a FIFA 9-re edzek, hogy a hazai pályáján verjem le. Hazai pályán? Honnan veszed? Hát neked az a kedvenc. Neked az a hazai. Neked az a... Hazai pálya, nekem a 0-9 a szélnek. Magyarországon 200 euró minimálban. Ez hülye. Ez hogy jön a FIFA bajnokság? Facebookon olvasom. Tuti nem fogunk magyar csapatta játszani. Miért? Nincs is magyar csapat, ha a FIFA. Miért nincs? Hát teszünk be, Magyarország. Dzsuzsák Liga. Dzsuzsák Liga. Na jó van, a harmadik meccs meg Dev. Ja, Dev, jó van. Dev vs. Berg volt. Az egy érdekes meccs volt, mert... Az egy jött vezettem? Nem, majdnem nem született meg a videó, mert... Pont akkor keltem fel, amikor írt ez a... Igen, pont akkor. Pont abban a szent pillanatban. Pont akkor. Nem, most pár másodperccel utána keltem fel. Már előtte fönn voltál Facebookon, nem? Álmodban. Hát volt, a gépen be volt kapcsolva. Na akkor tabella. Mondja te, Berk, jó? Most átadom a szerepet neked. Én mit mondjak a tabelláról? Hát mondd azt, hogy ső. Hát ki a király? Ki a király? Azt mondja. Én. Az első... Anyádat. A második... Hátulról szereti a Berk. Második Dave középről. Középről. Egy-egy ponttal van nekünk, Dave-nek is. Az a lényeg, hogy nekem van 6 pontom, nektek még egy-egy, szóval... De várjunk. Ez teljesen reális volt. Én... Ez még akárki menjen. Aha, én főleg. FIFA 08 lesz a következő. Felsorolom, hogy milyen meccsekre számíthattok. Hát mindig eljátszik Berkkel. Hát jó van, de most más lesz, mert Berg vs. Dave, például Berk lesz otthon, utána jön a Dave vs. Gigaste, ott Gigaste lesz a vendégbe. Ja. És utána jön Gigaste vs. Berk, szóval én leszek ott otthon. És a negyedik meccs meg Wild Dog vs. Kontra világ. Ja, én kontra... vagyok, mindig mond chilled. Hát te mindig otthon vagy, persze. Most is otthon van. Könyvtárból internetezik. Hát, netka. Aha, onnan lopod a netet. Hát, de szerintem ezt még akár kimenjenheti, főleg, hogy a Berk. Hát végül is olyan játék van. Még 5 játék van. Nekem ezek a régi... A skillek miatt. Aha, érted? Persze. Nem volt ez skilles. Nem volt Ronaldo sok. Nem, mert tök mindegy, a 0-1 nem is lehet irányítani senkit. Hát nem igazán. Ugye 11-től, meg 12-től, 14-től, de jobban érzem, hogy Ronaldo volt. Hát de ha azt vesszük már 0-8-ba, például az emberváltás is külön gomb. Külön gomb, aha. Szóval 0-1-ben még sokkal nem. Jobb lesz az egész. Na 0-9. Azért a 0-7 elég furcsa Gagyi. Volt, hogy a passzal kellett embert is váltani. Aha, ja, essel. Essel. Ja. Hát ja, ennyi lenne szerintem, nem? Valami... Ja. Valami dolgot szeretnétek még mondani? Én fogok nyerni. Mikor? Berkelem most. Következő meccsen. A Berk meg meghalt. Az nincs is itt. Evitte az éter. Kapott 3 gólt megint. A senkitől kapott 3 gólt, bazd meg. 3 gólt a senkitől? Aha. Zsákot nem hozott magába? Hát vagy nem. Első, vagy második leszek. Hát ha azt nézzük, már kapott 4 gólt, azaz mínusz 4-es gólaránya van, az már, oda már kell zsák. De a hosszabbításos cucc, amit eljátszottunk? Milyen hosszabbítást? Hát amit nem vettünk már fel.
Ezt ne nekem mondd, én nem láttam. Tényleg mondom. Hogy... Ja, nyert a Werk. De én nyertem 10 eset. Mennyi golla? Mennyi golla? Ja, rugott Mester 3-as pillóval. Kirébe. Az 3-ból izé. Mester 3-as úgy mind a 3 szabadrúgás volt. Ja. Az volt a lényeg. Béna. Az volt a lényeg. Rúgott magának 3 öngót. Nem, 4 öngót rúgtam magam. Akkor 4. Hát berúgtam neki a 4-et, utána magamnak rúgtam 4. Utána ez a kis gyík gyerek, mennyelte 11. 4-2-re. Az volt a leszámolás a végén. Hát de, annyira a leszámolás, hogy 4 volt rúgtam neki, azt berúgtam 4-et magamnak. Van bajotok. De... Berúgott 4-et magam. Az a lényeg, hogy... Egyértelműen én vagyok itt a favorit ebbe a bajnokságba. Biztos? Szerintem a nyomomba se érhettek. Adjuk már. Majd meglátjuk, irány egyből. Az a lényeg, hogy Verde kifagyolza, mint a szar. Verde. Hát te is. Rémen, nem? De te is játszol vele, neked is meg kell verni. Játszani velem. Hát ti játszotok. De mi játszunk nem, először, először ki játszik veled? Én. Jó, én leszek otthon. Utána lesz a Berg vs Gigaszta a végén. Jó. Vagyis Gigaszta VS-be. Állj be, védekezni. Már most kezdj el izélni. Most kezdj el edzni a 8-ra. Ja. Persze, most azért leveszem a másik billentyűzetemet. Nem, de hát te gyakoroljál, te hülye. Hát de gyakorolj. Én mire gyakoroljak, amikor itt is everlek titeket, bazd meg. Na várj, te ne gyakorolj. Lesz itt még úgy se a FIFA 14. De. Az én, ott behozom az összes pontot. Mit hozol be? Mit hozol be? Lesz ott Ronaldo csap, meg minden. Te mindig a Madrid-dal fogsz menni? Csop, mi? Mindig a Madrid-dal el kell veszteni, hogy mindig ugyanaz a csapattal fogunk menni, vagy... Vagy mi legyen? Tehát én nem tudom, most van értelme új csapatokkal menni? Hát, ha úgy nézel, akkor... Ki vannak egyensúlyozók? Van, mert a Milánban nem elmennek a játékosok. Hát ja, mondjuk hát jó, Bertnek, de... Bertnek már a FIFA 11-ben szar lesz, nem? De nem, 11-ben még otthon Ibra megy. Ja, meg akkor 12-től mentek a játékosok. 12-től mi is játszunk. Csak a 14 lesz a és néztem a videótokat, ugye megemlítették a Heinz, vagy megemlítettétek a Heinzét, az pont a 08-ban már az én csapatomban lesz. Na, akkor mondtam. Na. Akkor jól mondtam, nem? Jó, hát. Sokat észre, nem nagyon láttam. Nem nagyon. És a Bence? Én direkt le fogom cserélni. Kire? Én nem bírom a Bencét. Bence. Eljön helyette a Rafael barát. Izé, beállítom én Ronaldót hátba. 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 Kopasz Ronaldót. De én majd szarba lesz, mert nem lesz Ronaldója. De még lesz, 0-9-ben. Nehogy nem, nehogy nem. 0-9-ben még ott lesz. 0-8-ban még a kopasz Ronaldó van a csapatomban. Szóval 0-9-től lesz a Ronaldo. Nem, 0-9-ben még nálam. 0-9-ben még nálad van. Igen, még nálam van. Nálad sosincsen. Nálad sosincsen. Vele nem közösködik. Nem. Nem. Ott van náluk Debrecenen. És most tedd be, ide a videóba tedd be azt a képet, hogy nincs lehetetlen, csak kevés pénz. DVS-t-be játszik. Most belekom a rakcímedet. Kopogtassanak. És Cristiano Ronaldo legyen a képen, hogy nincs lehetetlen, csak kevés pénz. Régen hogy nézett ki, meg most hogy néz ki? Az a fogaskép. Aha. Fogaskép. Fogos kérdés. Na jó van, kussoljatok be, szerintem ennyi elég volt, már így is mutatjuk a nézőket. Itt az a lényeg, hogy összefoglaljuk ezt a 3 meccset, mert van, aki biztos, hogy nem nézi végig az összes meccset, szóval... A lényeg... Valaki csak az összefoglaló. A lényeg, hogy én gólerős vagyok, de a védek... Az nem megy. Meg a fejedben van egy kis gond. Én ezt simán megnyerhetem egy kis koncentrációs táborba. Hagyjuk már! Aztán hagyjuk már! Hagyjuk már! KG, esti piac. KGB. Ide van rakva. Akkor itt mi voltunk azok, szóval sziasztok. És én vagyok Gigasztok.